ez a készülék már rengeteg sok mindent csinál automatikusan. Tehát, hogyha elveszi teját, akkor például megáll egy helyben. Vissza tud jönni, hogyha jelzi az akkumulátor feszültség alacsony, akkor visszatalál arra helyre, ahonnan felszállt. Mátis László a felderítő drón pilótája. A földről ő irányítja ezt a hat rotoros gépet, ami olyan területekről is jó minőségű képet közvetít, amit eddig meg sem tudtak közelíteni a speciális mentők. Ez egy hat rotoros gép, egy nagyon komoly vezérléssel, ami lehetővé teszi neki a teljesen önálló repülést is akár. Ez az a 1,5 millió forint értékű szerkezet, ami a legmodernebb technikával működik és segíti a felderítést baleseteknél, vagy éppen eltűnt személy keresésénél. A speciális mentők vezetője szerint óriási segítség munkájukhoz a drón, ami a kiérkezés után percekkel már fel is tud szállni. Nem csak az embereknek megszokott 50-80 méter magasságban lévő nézőpontot tudunk vele biztosítani, hanem a levegőben egy sokkal átláthatóbb, átfogóbb képet tud adni, könnyebb felmérni a területet. Ezt olyankor lehet főként használni, ahogy lesz is majd használva, hogy az arra megfelelő szakemberek, akik ott vannak, katasztrófa, jelenmentő, tűzoltó, bármilyen olyan szolgált, akinek ott van éppen dolga, vagy kéne neki ez az információ, egy leadott képet a készülékről tudja ott helyben értékelni azonos időben a megtörtént eseményekkel. Az értékes felderítőgép beszerzésében a Mosolyért Egyesület segített már nem először a szakembereknek. Most több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze környékbeli vállalkozásoktól, hogy megvehessék a drónt. Itt konkrétan, amire a drón megvásárlását ugye lehetőségszerűen meg tudtuk tenni, az a Győr és Győr környéki vállalkozóknak a telefonos megkeresése alapján történt, és ennek az eredményét látjuk itt most az asztalon. A drón szuper modern kameráját pedig önkormányzati pályázaton elnyert pénzből fizették. Győr alpolgármestere szerint az itt élők biztonsága minden pénzt megér. A város vezetése számára nagyon fontos az, hogy a városban élő polgárok, a győriek biztonságban érezzék magukat, és a győriek biztonságérzetét mindig tudjuk javítani. Elegendő csak arra gondolunk, hogy folyamatosan bővítjük a térfigyelő kamera rendszert, folyamatosan támogatjuk a rendőrség, a polgárőrségeknek a munkáját, és a mai napon pedig ugye arról számoltunk be, hogy a Győri Speciális Mentők Egyesülete számára is tudtunk támogatást nyújtani. Az új felderítő drón keddi tesztelése az erős szél miatt elmaradt, de november 12-én egy megyebeli baleseti szimuláció során már élesben is bevetik a mini repülőt. A speciális mentők egy éjjel látó hőkamerával szeretnék bővíteni a szerkezetet, erre pedig ismét a Mosoly Egyesület gyűjt majd forrást a szakembereknek.